A Tápió Szelei Városnapja idén különleges volt, mert a település alapításának 800. évfordulóját is ünnepelték a helyiek. Volt fegyverbemutató, erős emberek versenye, sok zene meg tánc, ételek és italok. A polgármester például dobozos sört osztott, a saját fotójával és egy felirattal: hallgassa szívedre, szavazz a Ferire. A helyieket megosztotta a városnapi sörosztás. Nem etikus dolog. Szóval, ha van valaki rám szavaz, akkor szavazzon azért rám, hogy én jó ember vagyok, vagy jó szakember vagyok. Én nagyon gusztustalannak tartottam ezt a sörosztást. Személy szerint nincs baj velem, hogy osztogat, de én különösebben nem tudom, hogy fogok, kire fogok szavazni. Kovács Ferenc legutóbb, azaz 2014-ben mindössze 16 szavazattal nyert. Idén 3 kihívója van, szoros versenyre számít most is. A sörosztás szerinte teljesen helyén való kampányfogás. Mások főztek, ő inni adott az embereknek, nem csak sört, hanem üdítőt is. Egy vállalkozó ajánlotta fel az italokat, alig néhány kartonnal, mondja a polgármester. Most, ha visszahasonlítunk egy dobos sört, vagy egy bakulyást, vagy lecsót, meg ki mit osztogatott, majdnem mindegy szerintem, hogy most a értéket tekint valaki, hogy most evett egy babujást, vagy éppen ivott utána egy üdítőt, vagy sört. Kovács Ferenc egyik kihívója azt mondja, a sörosztás már pedig aggályos. Szerintem minden jó ízlésű ember megveti az ilyen lőgő kampányt. Nagyon szomorúnak tartanám, hogy olcsó sörrel meg lehetne venni az emberek szavazatát. A sör nem jellemző, a krumpli inkább. Ez a fotó néhány napja készült Újbudán, olcsó krumpliért álltak sorba az emberek. Az önkormányzat szervezte az akciót, a posztjáért újrainduló fideszes polgármester szórólapját is osztották a zöldség mellé.